Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az izgalmas bevezető után engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsöm Önöket mai kiállításunk megnyitóján, ahol is a Prokultúre Parkán non-profit szervezet 5 éves tevékenységéről adunk számot, valamint Gersner István és a Bak Péter festőművészek munkásságának egy szeletét mutatjuk be. Dámia Tányiméli hostiem, vítám vás na koncorosné výstavě neziskové organizácie Prokultúre Parkán. Dnešná výstava s názvom Výtvarné umenie Podunajska predstavuje umeleckú činnosť organizácie za posledných 5 rokov, výstavy tvorivej dielne a môžeme si vychutnať malú časť tvorby maliaro Štefana Gersnera a Pétera a Baka. Teraz poprosím Alkoša Gersnera, aby tlmočil slova pani Idi Gálovej. Most pedig megkérem Gersner Ákost, hogy tolmácsolja Gália művészettörténész szavait. A mai nyíró kiállításunkban a két festőművész alkotásaiból válogattuk össze. Gersner István, ismert parkai festőművész, képeinek kiállításával szomorú évfordulóra emlékezünk. Hihetetlen, de már 5 év telt el azóta, hogy itt hagyott bennünket, hozzátartozóit, barátait, tisztelőit. Viszont a művészeknek megadott az a kiváltság, hogyha ők már nincsenek is velük, örökre itt maradnak művei, amelyek által továbbra is jelen vannak életünkben, hogy megszépítsék mindennapjainkat. Hiszen Gersner István alkotásai nem csak múzeumunkban, galériákban és más intézményekben találhatók meg, de sok magánember otthonának falait is díszítik. A művész ugyan Esztergomban született, de Párkányban nőtt fel, és kivéve néhány évet, amelyeket nyitrai, prágai, majd moszkvai tanulmányai miatt nem tölthetett itthon, valójában sosem szakadt el városától, a Duna, a Garab és az Ipoly menti tájtól. Habár később a munkája sok évig a fővároshoz kötötte őt, mindig itt érezte magát otthon, ide tért haza, itt találta meg az ihletét alkotáshoz, itt festett, amíg a súlyos betegség nem vette ki kezéből az ecetet. Gersner István egész művészi pályafutása alatt hű maradt a realista ábrázolásmódhoz. Ami azonban színvilágával, kifejezésmódjával, technikájával közelebb állt egyeniségéhez, az a francia impressionista és postimpressionista festése. Mindez segítette kialakítani Gersner István egyéni stílusát olyanná, ami ennek mi is ismerhetjük, és ami lehetővé tette számára, hogy ne a természet hűmását próbálja megörökíteni, elveszve a részletekbe, hanem szuggesztív módon közvetítse a természettel kapcsolatos saját élmények, érzései magának a tárgynak a hangulatát. Saját vallomása szerint szerette a lát pasztelszíneket, de szívesebben kifestett a természetben, jó fényben. Szerinte ez mindennek az alapja. A széles ezetkezeléssel fellakott színboltok a pillanat hatását váltják ki bennünk, és nem is teszik lehetővé a formák részletező rajzosságát. A színesen arra hivatottak a képeink, hogy hűségesen visszaadja a természetben éppen észre valódi színeket, hanem hogy látassák a tavaszi napsütés sikrázó ragyogását, vagy a téli szürkület tompa homályát, a természet ébredésének színes derűjét, vagy a pihenésre készülő csendes ősi harmóniáját. Gersner István egész életében azt tette, amit igazán szeretett. Az érzékeny művész szemével újra és újra meglátta tehetsége és mesterségbeli tudása által megláthatta az örökké változó természet számtalan csodáit. A másik festőművész, Ábak Péter, akinek a képei ezen tárlaton láthatjuk, tavaly ünnepelte 70. születésnapján. Sajnos a jubileum kiáltása, amelyet ebből az alkalomból elmúlt évre terveztünk, a járványi rendeletek miatt el kellett parasztani, így legalább részben szeretnénk ezt is pótolni. Ábak Péter 1950-ben született Baján, édesapja Pébak János grafikus és festőművész, keresztapja Ludnán Gyura Kossuth-díjas festőművész,
így mint az a maga a művész fogalmazta. Már csecsemőként festésszalon szippantott. Kisgyermek kora óta művészek között élt, azóta a műalkotásaival körülvéve. Így nem csoda, hogy ő is a művészeti pályát választotta. Képzőművészeti tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában kezdte, majd több szabadiskolában, művészkörben, művészterepen, kurzuson, 1970-76 között pedig a Moholy Nagy László művészeti stúdióban folytatta a felkészülést a művészpályára Loszonczi Tamás, Sarai Zoltán, Fischer Ernő irányítása alatt. Atyai barátaihoz is szoros kapcsolatot fűzték. Mesterek között tartja számú a táj életkét csendére és portréfestő édesapját, Pébak János, Fischer Ernő lírai asztak festő, az expressionista Krimió Károly, a tájkép és portréfestő Ruzica Lajos, és mi sorolhatnánk tovább a neveket. Mindegyiktől tanult, de kialakította saját egyéni stílusát. Arc poetikája így fogalmazta meg. Témáimat, formavilágomat nem a pillanatnyi divatok irányították, hanem belső tartalmi indulatok. Sokat bízok a festői képzeletre. Festészetemben a látvány, a látomás és a képzelet egyenlagú szerepet játszik. Ábrak Péter sokoldalú képzőművész. A festések több műfaja műveli, olaj, akrél, paster, akvarel, de a grafika sem idegen tőle. Főleg tájképeket, csendületeket, figurás kompozíciókat és portrékat fest. Festészete természet elvű, közel áll hozzá a posztimpressionizmus. Képein fontos szerepe van a fény és a árnyék kontrasztos játékainak, a határozott kontúroknak és a széles ecetvonásokkal felvitt élénk színeknek, olykor meglepő szintársításoknak. Több műve van a közintézményekben. Számos önálló tárlata volt itthon és külföldön. Tanulmányokon járt Olaszországba, Hollandiába, Belgiumba, Angliába és az Egyesült Arab Emirátusokban. Hosszú lenne felsorolni hány festő és képzőművész egyesület tagja, alapítója. Lábatlan él a helyi nyári művészet megalapítója, vezetője, szervezője. Festő és művészszerző tevékenységén kívül Ábak Péter művészeti íróként is ismert. Munkásságáért számos szakmai díjban és elismerésben részesült. Tisztelt vendégeim, emlékezzünk Gerszeg Istvánnak azzal, hogy elmélázunk egy-egy képe előtt, és ismerkedjünk meg Ábak Péter művészetének egy szeretével az itt kiállított képek által. Remélem, hogy még több kiállításon is lesz alkalmunk megismerni újabb munkáit is. Ehhez kívánok a magam és önök nevében is jó erőt, egészséget és további alkotókedvet, hogy még sokáig folytathassa ezt a szépítvárást. Kedves vendégeim! A kiállítás a Pokkultúr Civil Szervezet és a Gerszeg István Dunamenti Egyesület ellen megtoknak tekintem Dr. Gál Ida művészettörténés szavaival érvem. A mai megnyitónak azonban van egy szomorú pillanata is. Kérem, engedjék meg, hogy megemlékezzünk Gróf Lajosról, autodidakta képzőművészről, aki sajnálatos módon a napjainkban húrt el. Gróf Lajos múzei származású, de Bárkai lakos volt, aki már gyermekkora óta foglalkozott festésekkel. Alkotói stílusának kibontakozásában igen nagy hatással volt rá Rinter István, József Zsing és Gerszeg István festőművészek, aki későbbi pályafutását is segítették. A Bárkai képzőművészkör alapító tagja volt, később tagja lett a Gerszeg István által vezetett keleti alkotókörnek, majd a Gerszeg István Dunamenti Művészek Egyesületének. A tájkép festése inspirálta őt a leginkább. Képei természethűek, sose szakadt el az otthoni tájtól, a szülőfalujától. Földi pályafutás ugyan véget ért, de festményei, érzéki lelképvilága itt maradt közöttünk. Festményei által továbbra is a szívünkben él. Megkérem Ábak Péter művész urat, hogy fáradjon ide, hisz itt van közöttünk, akinek szintén
láthatjuk a képeit, megcsodálhatjuk a képeit, parancsoltépet, üdvözöllek körünkben. Teraz mi dovolte, aby som tlmočil slova Ivy Gálovej. Profesionálne aktivity dvoch umelcov by predstavila historička umenia doktorka Ida Gálová, no žiaľ, kvôli zhoršujúcej sa epidemickej situácie sa nemôže vernisáže zúčastniť osobne. Dovolte mi preto tlmočiť jej úvodné slova. Dnešnú výstavu sme zostavili z diel dvoch výtvarných umelcov. Obrazmi Štefana Gerschnera si pripomenieme smutné výročie. Je neuveriteľné, že je tomu už 5 rokov, čo nás opustil, svojich príbuzných, priateľov i ctiteľov. Umelci však majú tú výsadu, že keď už oni sami nebudú na tomto svete, navždy tu zostanú s nami ich diela, aby nám ich pripomínali, aby skrášli naše všedné dni. Veď diela Štefana Gerschnera sa nenachádzajú len v múzeách a galériách, ale zdobia aj steny domov súkromných osôb. Tento umelec sa síce narodil v susednom Ostrihome, ale vyrástol v Štúrove a okrem rokov strávených na štúdiách v Nitre, Prahe a neskôr v Moskve, sa vlastne nikdy neotrhol tohto mesta od kraja pri Dunaji, Hronu a Idla. Hoci neskôr ho jeho práca viazala k hlavnému mestu, vždy bol doma tu, sem sa vracal, tu nachádzal inšpiráciu k svojej tvorbe, tu maloval, pokým mu vážna choroba nevyrvala štetec z ruky. Štefan Gerschner v celej svojej tvorbe zostal verný realistickému spôsobu zobrazovania a krajinomalbe. Nepridal sa k žiadnym aktuálnym a krátkodobým umeleckým prúdom len preto, aby bol moderný. Sústreďoval sa na to, čo má celý život rád, prírodu a jej pretlmečenie do umeleckého diela. Výtvarnému cíteniu i umeleckej osobnosti Štefana Gerschnera však bol blízky predovšetkým farebný kolorit a výrazové prostriedky impresionistov a postimpresionistov. Všetky tieto podnety mu pomáhali vytvárať svoj vlastný štýl a umelecké tvorivé postupy, ktoré objavujeme v jeho tvorbe a ktoré mu umožnili, aby sa nesnažil o vernú kópiu reálnej krajiny, utápajúca v nepodstatných detailoch, ale aby veľmi sugestívnym spôsobom dokázal vystihnúť vlastné dojmy, zážitky, atmosféru danej krajiny v danej chvíli. Vedel sa vcítiť do podstaty skutočnosti, ktorú prežíval ako reálnu, ale podával ju ako lirický odraz svojich pocitov a nálad. Maliarskými prostriedkami dokázal dosiahnuť to, aby divák mal pocit, že aj on sám je súčasťou tejto krajiny. Druhý umelec, ktorého obrazy môžeme obdivovať na tejto výstave, je Peter Abak. Svoje výtvarné štúdia začal na strednej výtvarnej a umelecko-priemyselnej škole. Za svojich učiteľov považuje predovšetkým svojho otca Jánoša Baka, ktorý maloval krajinky, žánrové obrazy a portréty lirického abstraktného maliara Ernő Fischera, expresionistu Károlya Klimova, krajinára a maliara portrétov Lajoša Ružicu a mohli by sme menovať ešte mnohých ďalších. Svoju ars poetiku vyjadril takto. Moje témy, moje tvaroslovie neriadili aktuálne módne trendy, ale vnútorné pohnutky. Veľmi verím v maliarskú predstavivosť. V mojej maliarskej tvorbe má skutočnosť, vidina a predstava rovnocennú úlohu. Peter Abak je mnohostranný umelec. Pracuje viacerými maliarskými technikami. Olej, akryl, pastel, akvarel, ale nie je mu cudzia ani grafika. Maluje predovšetkým krajinu, zátišia, figurálne kompozície i portréty. Blízky je mu postimpresionizmus. Na jeho obrazoch majú dôležitú úlohu kontrasty svetla a tieňa, pevné kontúry, širokými ťahmi štierca nanesené výrazné farby, občas v prekvapivých kombináciách. Viaceré autorové diela možno nájsť v galériách a iných inštitúciách,
Mnoho samostatných výstav mal doma i v zahraničí. Zúčastnil sa na študijných cestách v Taliansku, Holandsku, Belgicku, Anglicku a v Spojených arabských emirátoch. Bolo by dlhé vymenovať všetky maliarské a umelecké združenia, ktorých je členom, prípadne i zakladateľom. Za svoju prácu získal mnoho ocenení. Peter Abak žije na druhom brehu Dunaja v nedalekom Lábatlane. Je zakladateľom, vedúcim a organizátorom miestnej letnej umeleckej kolónie. Je veľmi aktívny nielen vo výtvarný umelec, ale aj ako organizátor umeleckého života. Okrem toho je známy aj svojimi článkami a umeleckými kritikami, vydal niekoľko menších publikácií o umení. Vážení hostia, spomeňme si na Štefana Gerschnera, keď sa na chvíľu zastavíme pred jeho obrazmi a spoznajme aj malý segment bohatej tvorby Petera Abaka. Dúfam, že v budúcnosti budeme môcť spoznať aj širšie spektrum jeho výtvarnej tvorby na ďalších výstavách. K tomu mu prajem vo svojom i vašom mene veľa zdravia a tvorivého elánu, aby sa ešte dlho mohol venovať tomuto krásnemu povolaniu. Vážení hostia, výstavu v mene neziskovej organizácie Pro Kultúre Parkan a spolku podunajských umelcov Štefana Gerschnera považujem za otvorenú. Naša dnešná vernisáž má však aj smutný moment. Dovoľte nám, aby sme si pripomenuli amatérskeho maliára Ludovíta Grófa, ktorý dnes už žiaľ nie je medzi nami. Ludovít Gróf, obyvateľ Štúrova, pochádza z Mužle, malovaniu sa venoval už od detstva. Ištván Linter mal veľký vplyv na vývoj jeho tvorivého štýlu. V jeho neskoršej kariére mu pomáhali Jozef Mžík a Štefan Gerschner. Bol zakladajúcim členom Štúrovského krúžku výtvarníkov, neskôr členom obvodného tvorivého krúžku v Štúrove pod vedením Štefana Gerschnera a neskôr spolku podunajských výtvarníkov. Najviac ho inšpirovali krajinu malby. Jeho obrazy sú verné prírode, nikdy sa neotrhol od rodnej krajiny. Jeho kariéra na zemi sa skončila, ale jeho malby a zmyselný duch zostávajú tu medzi nami. Prostredníctvom svojich obrazov stále žije medzi nami.